Örvendezzünk értek a hitatosságnak, Isten őkult a rám, nyissunk ki a nevünk vidám darok elmény. Mi Urunk, mire látnám, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Szent X. Pius pápa emléknapján, aki szent liturgiánkért és annak megújulásáért, ezáltal egyházi közösségünk megújulásáért sokat fáradozott. Számunkra is fontos az imádság, fontos a szent liturgia, az Anya Szent Egyház nyilvános Isten tiszteleteinek, így a Szent Misének és a Szent Zsolozsmának a végzése. Ez adja meg igazi Isten dicséretünk lehetőségét, és közösségünket is ezek formálják. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt Gazdagréten, a Szent Angyalok hajlékában, és köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit, akik a mai alkalommal is velünk ünnepelnek. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Misénket ma felajánlom a szenvedő lelkekért, a tisztító tűzben szenvedőkért. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent X. Pius pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson Krisztusban. Hadd, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Rút könyvéből. Rút apósának, Elimelek meleknek
Egy igen tekintélyes és gazdag rokona élt Betlehemben, Bóznak hívták. A Moábi Rút egy alkalommal így szólt anyósához, Noémihez. Engedd meg, hogy kimenjek a mezőre, kalászokat szedegessek, és irgalmas szívű gazdát keressek. Az így felelt neki, menj, leányom. Ő el is ment, hogy összeszedegesse a kalászokat az aratók után. Az a föld történetesen Bozé Rút apósának rokonáé volt, Bóz megszólította Rútot. Hallod-e, leányom, ne keresd te más mezőt, maradj itt, és szedegess az én aratóim után. Csak mindenütt a szolgálóimat kövesd. Meghagytam szolgáimnak is, hogy senki se bántson, s ha szomjazol, a korsójukból inni adjanak. Rút erre földig hajolt Bóz előtt, és azt kérdezte, mivel szolgáltam rá erre a nagy kegyre én, és honnan ismersz, hiszen idegen asszony vagyok. Az viszont így válaszolt, elmondtak rólad mindent, hogy mit teszel a férjed holta után is anyósodért. Elhagytad szüleidet, szülőföldedet, és olyan nép közé jöttél, amelyet azelőtt nem ismertél. Bóz végül is feleségül vette Rútot, akinek az Úr kegyes jósága folytán fia született. Az asszonyok ekkor így szóltak Rút anyósához, Noémihez. Áldott az Úr, aki most utódot adott neked, így fennmarad köztünk családod és neved. Ha megöregszel, van vigaszod, támaszod, hisz menyed szülte, aki szeret téged, és sokkal többet ér neked, mintha 7 fiad lenne. Noémi erre ölébe vette a gyermeket. Ezzel fejezte ki, hogy sajátjaként fogja dajkálni és fölnevelni. A szomszédasszonyok szerencsét kívántak neki, és ezt mondták. Fia született Noéminek. A fiút Obednek nevezték el, ő lett atya Dávid atyának, Izájnak. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hál. Halleluja, halleluja, halleluja. Ti atyátok a mennyei, egy adi tanítótok Krisztus. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára. De maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják ima szíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok,
Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban a Szent Liturgia, a közösség imája, méltó Isten dicséret, és egyúttal közösség formáló erő. Ne feledjük el, hogy Anya Szentegyházunknak két nyilvános Isten tisztelete van. Az egyiket nem szoktuk elfelejteni, hiszen nap mint nap részesei vagyunk közösségben, ez pedig a Szent Mise, a napi Szent Mise áldozat bemutatása. A másik pedig, a másik nyilvános Isten tiszteletünk, az pedig a Szent Zsolozsma, hivatalos nevén az imaórák liturgiája. Azelőtt és így, még a 19. században, Szent 10. Pius pápa idejében is, ahogyan ő is emlegeti a zsolozsmát, úgy mondja, hogy papi zsolozsma. Hiszen a papságnak volt ez kötelező imája, és mivel a celibátusban élő papok, akik nem nősülnek, minden nap magukkal vitték az úgynevezett breviáriumot, és nap mint nap forgatták, de így van ez a mai napig, abban a különbséggel, hogy ma már inkább okostelefonokról imádkozunk. De a breviáriumot a papság mindig a feleségének, a hitvesének tartotta, elválaszthatatlan hűséggel kellett minden nap a Szent Zsolozsma végzésével az Isten szeretetnek hangot adni. Természetesen ez ma is így van, csak ezek a régi vagy kegyes kifejezések már kevésbé aktuálisak. Szent 10. Pius pápa felhívta a figyelmet arra is, hogy milyen gazdag ima kincs a Szent Zsolozsma, illetve pontosabban a zsoltárok, amelyek a zsolozsmának a java részét alkotják. Természetesen ezzel együtt a himnuszok, énekek, amelyek már az őskeresztény korban kialakulnak, vagy kezdenek kialakulni, később is keletkeznek még egyéb szép imák, himnuszok, költemények, de jól tudjuk, hogy már a Szentírás is magába épít olyan kialakult, csodálatos imákat, himnuszokat, amelyeket keresztény elődeink már imádkoztak, így került bele például Szent Pál apostol leveleibe is sok szép himnusz, úgy, mint a Filippiekhez írt levelébe, vagy a Kolosszei levélbe. És vannak csodálatos énekek, amelyek ugyancsak részei a mai zsolozsmának, de fontos imádságaink azon kívül is, úgy, mint a reggeli dicséretben Zakariás hála éneke, a Benediktus, vagy az esti dicséretben a Szűzanya hála éneke, a Magnifikát, amit Erzsébetnél imádkozik, Szent Lukács leírása szerint, és Simeon hála éneke a befejező imaórában. A zsoltárok azonban az imádságnak anyanyelvét segítenek kialakítani, magukba foglalják az emberi élet mindenféle érzelmét, az elkeseredettségtől, netán a dűtől kezdve, az örömteli magasztalásig és a mindennapi kérésekig, vagy az Úr nagy tetteinek emlegetéséig. Így tehát valóban a zsoltáros könyv olyan, mint egy nyelvtankönyv, az imádság nyelvére
tanító könyv. Magam is járhattam annak idején, már talán többször is zarándoklatok folyamán, egy Réze nevű faluban, Lombardiában, Olaszországban, ahol Giuseppe Sarto, a későbbi 10. Pius pápa született, egyszerű földműves szülőktől 1835-ben, és ott van a szobra, hogy szegény fiúként jár tanulni, és készül az életre, ami számára a papi hivatás volt. Először, mint káplán és plébános, kezdte meg a lelkipásztori szolgálatát, majd 13. Leó pápa 1884-ben mantuai püspökké nevezte ki, újjászervezte az egyházmegyéjét, az ifjúság nevelésére hangsúlyt fektetett, és aztán mindezek nyomán 1893-ban velencei pátriárka és bíboros lett. Tekintélyével és ugyanakkor szerény életmódjával sikerült megfordítania az egyházellenes Velence arculatát, és 1903-ban 10. Pius néven került Szent Péter apostol székébe, és egy nagyon szép jelmondatot választott, mindent megújítani Krisztusban. Kemény küzdelemmel kellett védenie az egyház érdekeit, javait Rómában, harcolt a francia szabadkőműves irányzattal, és a korabeli eszmei áramlatok ellen is fel kellett, hogy vegye a küzdelmet, mint a modernista, racionalista irányzatokkal, amelyek még a teológiai gondolkodásba is betették a lábukat. Ő volt az, aki szorgalmazta a gyakori szentáldozást, sőt, azt is, hogy a gyermekek minél előbb járuljanak első áldozáshoz. Zárójelbe teszem azt, hogy az ortodox testvéreink, de amúgy is a keleti hagyomány egyébként már a megkeresztelt kisbabákat is megáldoztatják, tehát nem lehet ideje korán elkezdeni az eukarisztia vételét. Tehát az, hogy 8-9 évesen már a gyerekek legyenek első áldozók, valójában nem is olyan rendkívüli ajánlat, hanem nagyon fontos igazság, hogy minél előbb táplálkozzanak a gyermekek az eukarisztiából. A vallásoktatást, az egyházzene felkarolását is szívügyének tekintette, és a Szentírás tudomány fellendítésére is egyetemet alapított. 1914-ben a világháború első áldozataként halt meg augusztus 20-án, 1954-ben 12. Pius pápa szentté avatta. Látjuk, hogy a szentéletű főpapok milyen fontos lendületet adnak, vagy adhatnak az Anya Szent Egyháznak, és ha valaki elhatároz valamit, amit egy rövid jelmondatban össze tud foglalni, akkor az életprogramot adhat az ember számára. Talán mi is személyessé tehetjük Szent 10. Pius pápa jelmondatát a saját életünkre vonatkozóan, illetve Anya Szent Egyházunk megújulása érdekében mindent megújítani Krisztusban. Ehhez azonban egy nagyon fontos dolog szükséges, hogy Jézus Krisztus legyen életünk középpontja, mert ha nem ő az, akkor nem tudjuk megújítani az életünket, és végképp nem tudunk mindent megújítani Krisztusban, hogyha nem mindenben ő áll előttünk,
hogy vezesse az életünket. Az imádság szeretetével, Isten tiszteleteink buzgó és méltó gyakorlásával, személyes szentáldozásainkkal, megújulási törekvésünkkel kövessük mi is Szent Tizedik Pius pápa példáját. Amen. Isten tizess meg! Kérjük testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy erősítse egyházát szent életű és tudós papokkal és főpapokkal. Add, Urunk, hogy egyházadat szent életű pápák, püspökök és papok irányítsák. Kérünk téged, hallass meg! Add, hogy helyetteseid szívét eltöltse a vágy, mindent megújítani benned. Kérünk téged, hallass meg minket! Add, hogy Szent Pius példájára forrón szeressünk téged az oltári szentségben. Kérünk téged, hallass meg minket! Adj, Urunk, buzgóságot, hogy az ifjúságot elvezessük hozzád. Kérünk téged, hallass meg minket! Add meg, Urunk, hogy századunk nagy szentjeinek közbenjárására eljussunk országodba. Kérünk téged, hallass meg minket! Kedves testvéreim, e percekben egy kisgyermek érkezését várjuk közösségünkben. Imádkozzunk e családért. Áld meg, Urunk, Dóri anyukát és az érkező Áront, szeretteikkel együtt áraszt rájuk bőséges kegyelmedet. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, te egyházad vezetését földi helytartóidra, a pápákra bíztad. Kérünk, Szent Pius közbenjárására erősíts minket a hitben, reményben és szeretetben, hogy mint igazi keresztények, korunk átformálói lehessünk, s minden ember egyesüljön benned, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az örvendező szívünket énekünkbe foglaljuk, és így folytatjuk a 257-es éneket, annak a harmadik és negyedik versszakával. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadj szívesen adományainkat, add, hogy Szent Tizedik Pius pápa tanítását követve, e szent titkokat őszinte hódolattal ünnepeljük, és hívő lélekkel fogadjuk Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos.
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent X. Pius pápa ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Uram Istenem. Dicsőséget vettünk, legyen és kocsúrják. Hozsanna a magasságban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetünk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, a templomunkban nyugvó hívekről, minden tisztító tűzben szenvedő lélekről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal, Szent X. Pius pápával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért üdvözítünk szavára, és tanításában bízva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd meg. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd meg. Isten az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, a szent áldozás alatt a 132-es hozsanna éneket énekeljük. Krisztus teste. Amen. Krisztus teste. Krisztus teste. Amen.
teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Üdvözlégy, édes Jézusunk, erős hittel itt megvallunk, e szentségben mi imádunk, Istenünknek magasztalunk. Te vagy világ megváltója, mennyországnak megnyitója, éhes lelkünk táplálója, úr szívünknek orvosója, elmékezett csodálkozik, értelmünk is álmélkodik, hogy tested itt elrejtezik, kenyér színbe öltözködik. Kedves testvéreim, most felkínálom a lelki áldozás lehetőségét az otthonaikban velünk imádkozó testvéreinknek. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Szent Tizedik Pius pápa emlékezetét ünnepelve kérünk, hogy a mennyei asztal tegyen álhatatossá a hitben, és egyetértővé a szeretetben Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Kedves testvéreim, a szűzanyát köszöntjük a Szent Mise végén a 192-es ének első és második versszakával. Megemlékezünk arról a mai napon, hogy 3 évvel ezelőtt ezen a napon áldotta meg Bechara Boutros al-Rai libanoni pátriárka ő boldogsága a Szent Charbel kápolnánkat, de ahogy korábban hirdettem, ennek majd a holnapi ünnepi, vasárnapi szentmisében adunk hangot, hiszen holnap pedig 22-e lesz, és a hagyományos Szent Charbel nap is. És majd akkor helyezzük el Szent Charbel atya új csodálatos ikonképét a Szent Charbel kápolnában. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, áldást kérünk Dóri anyukára és az érkező Áronra, és mindazokra, akik szeretetben, tanúságtévő módon szolgálják az Úr Jézus Krisztust, és meg akarják újítani az életüket és a világot Krisztusban.
Erre kérem az áldást jelenlévő testvéreimre is, és a televízió, mind az Apostol TV, mind a Hegyvidék TV kedves nézőire is. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalom. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög életünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög életünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek életünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek életünk. Yeah.